Haverlo mellett vagyunk, valami fantasztikus kis hidat láttam meg. Ezt most megnézzük. Egyébként a környék az elég szép dimbes dombos. Őrület, amit láttam. Ott van egyébként, nem tudom mennyire látszik, de majd megnézzük. Na, ez az út vissza, ez a kis út. Hát, hogy ez hova visz. Nem lehet átmenni rajta a szóval. Tehát visszataladtak egy kicsit. Ez az, amit láttam. Ez a kis híd. Na megnézzük, mi megy ezt felül át. Hogy mit ível át, mert... Na, folyó, úgy látom. Vannak távolban dombok, pontosabban azok már hegyek, Magyarországon hegynek számít. Igen! Egy jó kis erős az első folyó. Kérdés, hogy csónakot lehet-e itt szerezni, vagy kajakot, mert ezt kihagyni. Mert itt a jobb szélén nincs olyan sodrás, itt lehet egy kicsit gyakorolni, bent viszont elég jó sodrás van. Így végig, tehát a külső íven nagyon gyorsan megy a folyó, úgyhogy ígéretes. Elég széles is ahhoz, hogy az ember el tudjon rajta elvezni, el tudjon, tehát lehessen gyakorolni rajta. A hídnak a másik felé, hogy elnyomjuk a kis bástya, és ha valaki szeretne lóg, a gyökere kiáll. És akkor innen is a folyó. Egy kis falucska. Innen is. Vannak a dombok. Itt mező. Nagyon jó. Hát ez tökéletes, kezdőknek tökéletes. Ezen szinte bárki felmegy. Hogy mutassam, hogy... Tehát ez... Egy alulról nézzük. Tudom, mi látszik benne, de... Talán oldalról lesz jó. A fal így... Ilyen. Meredek, tehát függőleges gyakorlatilag, de jó kis lépcsők vannak itt. Itt van egy titkos lépcső, amit már itt egy lejárat, amit gondosan befalasztak, valahol itt lehetett régen a lejáró. Oda ki is van írva a táblára, hogy ez a kapu, így zárva kell tartani, zárva van a
közönség részét a biztonsági okokból, mennyire értem. Morning. Mindig a folyófaszon megyünk, ott van egy úri ember, rá oda lemenni, az a rész, az fantasztikus. Ott egy jó bográcsozás. Egyébként a híd így néz ki messziről, tehát ez az, ami megfogott. Négy bástya, meg egy ilyen szép kis határos út. És akkor még vezet itt ez az út tovább. Mondom Rómába, mert minden Rómába vezet. És akkor itt tanulóznál megyünk el egy például az a porszenyő, vagy mössöm az, azt hiszem, az a sziklában van konkrétan belegyökerezve. Hát most lehet, hogy a szikla alja alatt van föld, és itt a többi is, tehát ezek is. És egy őrület. Fantasztikus. Fantasztikus ez a világ. De bástyába, hogy föl lehet-e menni, azt nem tudom. Feljáró hirtelen nincs. Hát mászni. Nem olyan nehéz, de én most nem mászok föl.